Fehérváron nem először, de itt a Táncház udvarán, az új színpadunkon. Fogadjátok szeretettel a Gipó Cirkus Társulatát! A Királyi Napok nyitó napján megkezdődött a többnapos folkfesztivál is a városban. Pénteken a Táncházban a Gipó Cirkusz hallgatta és láthatta a közönség. A pandémia miatt már tavaly sem lehetett nemzetközi néptáncfesztivál Székesfehérváron, azonban a királyi napokon találhatott programot magának a közönség. Idén is újdonság, folkfesztivál várja a Táncházban az érdeklődőket. Korábban tudtuk, hogy ismét nem lehet nemzetközi jelleggel, közreműködőkkel számolni, ezért feltuningoltuk az idei királyi napokat, folkfesztivál névre avanzsálva, 5 napra kivővítve, és a Táncház udvarán minden este, éjjel egy fantasztikus világzenei produkciót láttatva. Hogyan alakult ki a meghívott kör? Hát hál' Isten, már tavaly novemberben kiderült, hogy nem lehet nemzetközi, mert novemberben már el kéne kezdeni a szervezést, és a világ úgy alakult, hogy inkább nem erre koncentráltunk, hanem arra, hogy a belföldi hazai közreműködőkkel hogyan tudnánk még nívósabbá tenni ezt az idejét, remélve, hogy jövőre megünnepelhetjük a 25. nemzetközit. A folkfesztivál nyitónapján a 2011-ben alakult Gipó Cirkusz szórakoztatta a közönséget. Hegyesi András, a zenekar frontembere azt mondja, a zenekarnak nincs két ugyanolyan dala, igazi stíluskavalkád jellemzi. Mindegyünknek már volt egy múltja, és úgy gondoltuk, hogy valami sajátot szeretnénk csinálni, ami igazán mi vagyunk, és hála Istennek is sikerült összeszedni egy olyan kis bandát, hogy nagyon rövid idő alatt, ami elég jó ütött már az első időkben is, és akkor erre építettük rá a következő 10 évünket, és most itt tartunk, tessék! Szeretnünk valami gypsy-s, punkos dolgot összehozni. Tehát gypsy punk egyébként a stílus meghatározása a zenekarnak, de hogy mi ezen belül azért nagyon sok mindent szeretünk volna kipróbálni, és ez nem is volt teljesen direkt, tehát hogy ez ilyen, ahogy éppen jöttek a nóták, úgy csináltuk meg, és ez mai napig így csináljuk, tehát nincsen meghatározó az, hogy éppen mit szeretnénk, vagy milyen izé van. Én ülöm a daloknak az alapjait, meg én ülöm a szövegeket, és akkor amit éppen bedobok így a közösbe, lehet az rumba, vagy lehet az éppen akármi, vagy tangó, arra ugye a zenekar reagál, és akkor ezt így próbálni, így összedobjuk, és lesz belőle valami harmadik, valami cucc, és hála Istennek nagyon jól működik a zenekari kémia, tehát hogy ez így a lemezeinken is hallható, hogy egy ugyanolyan nótát, nem, vagy két ugyanolyan nótát nem hallasz egymás mellett, más stílusokban mozgunk, ez egy ilyen stíluskavalkád, mi ezt szerettük fogni, és ezt hála Istennek sikerült is megcsinálnunk. Nem vidám dalokat játszunk, hanem nagyon szomorú dalokat játszunk vidáman, tehát hogy igazából is gyorsan. Nekünk igazából a gyors berúgás és a nagyon jó kedély és nagyon jó kedély állapot a zenekarnak a stílusa. Igazából az a lényeg, hogy mindenki, aki eljön a koncert, az felejtse az összes problémáját, és ott öntse ki a lelkét, és ott tombolja ki magát, és akkor menjen haza nyugodtan a családhoz. Vagyunk a második napján az 5 napos királyi napok folkfesztiválnak, melynek a házigazda Alvarégi a Tánc Együttes a várva várt új műsorát mutatja be Eszenciák címmel. Ez nem más, mint a név is mutatja, egy tömény kivonat
azokból a tánc anyagokból, illetve koreográfiákból, ami az együttestnek a legkedvesebb volt, illetve Majoros Robert koreográfus és rendező számára is a legjobbnak bizonyult, és ez egy nagyon szép földrajzi utazás is lesz, majd bejárja a Kárpát-medence három fő dialektusait, Erdélytől kezdve szűkebb hazánk mezőföldet érintve, és persze a Tiszántúlt is, melyben a Galiba zenekar lesz az utitárs, mint zenekar, illetve idegen vezető énekesként Zsikó Zsuzsanna népdalénekes. Két év alatt az Alba Régia táncegyüttesre mindig a sokszínűség volt jellemző, és minden táncanyaghoz hozzányúlt, nagyon jó arányérzékkel, és mindig szívesen osztotta meg ezt a fehérvári közönséggel, és hogy a tánc az örök. Szombaton este a Romano Drom volt a sztár vendég a Malom utcában. A zenekar vérpesdítő és szívfájdító koncertet adott. A táncház közönsége világszínvonalú zenére táncolhatott. A zenekar olasz cigány dallamokat dolgoz fel világzenei hangzással, fellelhetőek benne az arab és katalán zenei elemek is. Több mint 20 év alatt felléptek a MÜPÁ-ban, kisebb és nagyobb fesztiválokon, különböző külföldi helyszíneken is. Az együttes frontembere, szövegírója és zeneszerzője Kovács Antal, aki édesapjával hozta létre a Romano Dromot. A világzene az egy nagy gyűjtőtégely, ami annyira széles skálán mozog, hogy a teljes népzenétől egészen a populáris, majdnem, hogy popzenéig, és nevezünk világzenéket. Mi azt gondolom, hogy középúton vagyunk, hiszen számomra a világzene az egy hidat képez a mainstream és a népzene között. Tehát valahol félúton kéne, hogy legyünk világzeneileg, akkor beszélnénk számomra világzenéről. Na most a Romano Drom pont ezen az úton jár, hogy autentikus, úgymond népdalokat dolgozok fel a úgymond, lehet azt is mondani, hogy néha mainstream hangzással. Én bízom benne, hogy inkább a Romano Drom szerepléseit, azokat koncertként élik meg az emberek, hiszen nekünk teljesen mindegy, hogy táncoló tömeg van, vagy pedig ülő és hallgató emberek vannak. A dalok is többnyire olyanok, hogy lehet rá táncolni is, viszont aki nem tud táncolni, vagy kicsikét szégyellősebb, és nem szeretne megnyilvánulni, az teljesen élvezheti a zenét, szerintem legalábbis, ha csak hallgatja. És rengeteg színházi előadáson vett részt már a Romano Drom szerte a világban. Ugye mondhatnám a amszterdami koncertgabaut, vagy akár itt a MÜPÁ-t, hogy haza beszéljek. Tehát nagyon széles skálán mozgott a zenekar, a kluboktól, a nagy fesztiválokig, kis fesztiválokig, meg színházakban egyaránt megtalálhatóak voltunk, illetve vagyunk, és ez pont azt eredményező, hogy néha nagyon-nagyon könnyes szemekkel találkoztunk a nézők sorai között. Minden zenének megvan a saját maga szövege, ugyanúgy, mint ahogy egy chansonnak, azt gondolom, hogy a francia nyelv, egy nemzetközi popzenének inkább az angol nyelvet titulálják, mint olyan, a flamenco lásd az spanyol nyelven szólal meg,
És a mi zenénk az meg cigány nyelven szólal, meg elsődlegesen. Természetesen, mivel ezek természetes dalok voltak, tehát olyan közegben születtek anno annak idején, amelyik teljesen az élet hozta, ezért mivel mi Magyarországon élünk és magyar emberek vagyunk, ugyanúgy néha egy-egy dal az magyarul szólalt meg. És ugyanígy van ezzel rengeteg zenekar is, tehát vegyes, de inkább azt mondom, hogy 95%-ában roma nyelven szólalnak meg, hiszen számunkra ez tartozik a úgymond a zenénkhez. A Romanodrom pont nem az a zenekar, aki úgymond a kommerciális, savnak számomra kommerciális, hiszen a szerelemről, meg párkapcsolatokról énekelni, az úgymond ilyen nagyon-nagyon egyszerű tud lenni, viszont a Romanodromnak a szövegei egyrészt írott szövegek, hiszen azt gondolom, hogy minden embernek megvan a saját maga gondolata, és nem szeretnénk a nagyapáink, vagy még az őseink, még visszább menőkig az őseink szavaival ékeskedni, hiszen azok az ő gondolataik voltak, és azt gondolom, hogy ezt tiszteletben kell tartani. Az ő érzése volt az adott pillanatban, és mi nekünk is megvannak a saját érzéseink, hiszen mi most élünk, itt ebben a 21. századi világban élő roma emberek vagyunk, érnek minket hatások, különböző érzéseket, érzelmeket élünk át, mind pozitív, mind negatívat, és azt belefonjuk, beleötvözzük a zenénkbe. Székesfehérvári közönség a Királyi Napok Folk Fesztivál idején láthatta először a Csillagkapu címet viselő produkciót. A felszállott a Páva népzenei, néptáncos tehetségkutató szereplői közreműködésével készült ez a különleges előadás. Együtt láthattuk a színpadon Novák Pétert, a Fehérvári Pulucska csoportot, a Debreceni Kispende énekegyüttest és a Parapágy zenekart. Istennek nagyon sok helyről áll össze ez a produkció, azért ilyen értékes és változatos. Nagyon szeretjük ezt a darabot, és azt gondolom, hogy nagyon szívesen belefektetünk munkát, ha itt például Fehérváron be tudjuk ezt mutatni. Egyszer már, ha jól emlékszem, 2 éve bemutattuk a Zicsiligetbe, akkor is nagy sikere volt, de itt a táncházban, saját otthonunkban még nem, megújult színháztermünkben, úgyhogy abszolút fénytechnikával, mindennel együtt most szerintem egy nagyon komplex és szép előadás lett. Szeretjük ezt a programot egyébként, mert amikor Novák Péter rendezésében ez 3 éve megvalósult, ugye Csóri Sándor gyermekversei alapján egy dramatikus táncjáték, akkor még ezek a gyerekek, ezek tényleg gyerekek voltak, tehát hogy még egy kicsit olyan cukik voltak. Azóta pont eltelt 3 év, hogy megnőttek, és egy kicsit azért tartottunk tőle, hogy fog ez ugyanúgy működni. És azt gondolom, hogy nyilván nem a cukiság most már a lényeg, hanem megnőttek, már majdnem férfiak, nők lettek belőlük, de mégis nagyon jól áll nekik ez a dolog, és ez nem egy gyerek előadás, tehát hogy a felnőttek ugyanúgy élvezik ezt az előadást, úgyhogy szerintem abszolút működik majd.
résztvevők a pávából kerültek ki. Tehát a zenekar is, aki játszik a felnőtt pávával, a Paropács zenekar, akit már jól ismer a kedves közönség, illetve a gyerek pávából a Kispendei Ének Együttes, a Pulutyka Tánccsoport, a Arami Művészetiskolának a tánccsoportja, és hát persze a műsorvezető Novák Péter, aki az egésznek a rendezője, illetve az egészet ő viszi végig ezt a játékot, ő a játékmesterünk. Az magától is, nem? Rosszul jár, aki meg akarja gyorsítani, vagy éppen lemarad valamiről. Milyen december? Először is augusztus van, jön még az ősz. Aztán a nyár előtt itt volt a tavasz. És bizony, az év kezdett akkor van, amikor a paraszt emberek ki tudtak menni a földre dolgozni egyáltalán. De mit írnak erről a csillagászok? Azon kívül, hogy táncos betétek és zenei betétek nyilván megjelennek, Péternek nagyon jó érzéke van arra, hogy például gyerekeknek, akik életükben mondjuk nem mondtak szöveget vagy prózát, hogyan lehet mégis egy-egy mondattal mégis megmutatkozniuk, úgyhogy szöveges részekkel, versekkel, Csóri Sándornak azoknak a verseivel, ami éppen az adott évszakra vagy témára nagyon jól illik, azzal mutatjuk be ezt a történetet. Pedig már a vasárnap esti koncert. Ferenci György és az első pesti rackák húzták a talpravalót, és hozták magukkal a tőlük már megszokott fergeteges hangulatot. Műsorukban összeolvadt a magyar kultúra és a rock and roll szeretete. Nem szeretek kérni, hogy mondhatok ki bármit, ha mondhatok ki bármit. Ismerik Fehérváron, elég jó ismernek az emberek szerintem, de rossz pénzt, hál' Istennek, nem két stílus van bennem, hanem 22, tehát én mindent szeretek. Volt is ilyen lemezünk, aminek az volt a címe, hogy Mindenek szerelme is, ez a Babics vers. És nem lehet rangsort csinálni, élvezni kell a helyzetet, és minden nap gyakorolni kell, hogy az ember fel legyen készülve arra, hogy ha ismeretlen helyzetbe kerül, akkor se jöjjön zavarba, amikor muzsikálni. Nagy örömmel jöttünk. Mi nagyon sok népzenei alapú dolgot muzsikálunk, teljesen máshogy, mert ugye mi a Woodstock kontra magyar kultúra kapcsolatát elég rendesen kivesézzük, és ez a műsor is erre van felfűzve. Egy csomó kalotaszegi zene, széki zene, egy csomó minden ilyenből kiindult elmebeteg repülés. Ez várható ma este. A műsor mindig azért van, hogy el lehessen térni tőle. Azért van az írásos emlék, hogy ha véletlenül úgy repülök el, hogy nem találok vissza, akkor legyen kinézni, kapaszkodom. Egyébként óriási repertoárunk van, hála jó Istennek. Itt most van az új lemez, van a Rackák az űrben, arról van egy csomó nóta, egész pontosan 8, meg az előző műsornak a túlélői. Aztán közben állunk, akkora szabadság van, hála jó Istennek, hogy nekem bármi eszembe jut, elkezdem muzsikálni, a zenekar megjön gyönyörű szépen. Úgyhogy mindig egy ilyen penge élen állunk fönn, aztán valamikor jó fele esünk, valamikor rossz fele.
Nagy Illikéért kérdezni, de van-e kedvenc a ma este előadott dalok közül? Van egy Petőfi vers, amit most imádok. Az a címe, hogy Dínom Dánom, és a Jankó Miki írta rá a zenét, a dobosunk, és írt nekem egy Paul Butterfield blues-t. Ez most így a, tudom, hogy nem sokat jelent, de Paul Butterfield nekem a kedvenc harmonikásom, és egy olyan sató egyszerű, embertelen, kemény blues muzsikát játszott, és a Miki pedig soha nem hallgatott Butterfieldet, és mégis írt nekem egy Butterfield blues, és ebben az az érdekes, hogy én magamnak nem tudtam ezt megírni. Tehát én annyira szájharmonikás vagyok, hogy elkezdem írni, automatikusan elkezdem a saját játékomra írni a dalt, és ő pedig külső szemmel ezt sokkal jobban meg tudta csinálni, hogy most ez a kedvencem. Az esti koncertek mellett a kicsiknek is készültek programmal. Kneifelné Lackó Krisztina és a Szette Vette zenekar olyat mutatott az Országzászló téren összegyűlt gyerekeknek, amit még nem láttak. 24 évig nyüzsgött a nemzetközi, illetve hazai közreműködőkkel a belváros. Egyik kedvelt programunk volt a Királyi Játéktér Melokkó Miklós Mátyás szobránál, és úgy gondoltuk, hogy ennek a feelingnek nem hagyjuk elveszni, mert bízunk benne, hogy jövőre is lesz ilyen, és hogy ezt a Királyi Játékteret ne feledjék el a fehérvári családok, ezért egy alkalommal kimerészkedtünk ide az Országzászló térre, és mint hallatszik, látszik, igen, várták már a gyerekek, de természetesen várunk mindenkit a táncházba és gyerekprogramjainkra, felnőtt programjainkra, legyen az zenés vagy táncos program. Szette Vette zenekar Juhász Zsófia, Bóka Rihárd, Molnár Dániel közreműködésével, illetve a táncházat vezetik Kneifelné Lackó Kriszta, aki régi albás táncos, a rendezvényünk konferenciéja, illetve hát a táncházunk gyerekjátszóit is ő tartja, és nem sokára vége lesz, de lehet, hogy ráhúznak egy kicsit, mert most kezdtek belejönni a gyerekek is. A királyi folkesteknek köszönhetően 5 napon át újra a népzené és a táncé a főszerep Fehérváron, kicsit másképp ugyan, mint az elmúlt években, de töretlen lelkesedéssel. Néptánc nélkül ugyanis nem múlhat el augusztus Fehérváron, ez az, amit minden évben várunk, ami szinte mindenkinek egyet jelent a királyi napokkal. A következő napokban is színes programokkal várják a népzene rajongókat a táncházba, és azokat is, akik egyszerűen csak szeretnének egy jót mulatni.